és ezáltal bárhol egészséges vizet tudunk magunknak varázsolni. A vízszűrő a tisztított víz egészségre gyakorolt hatása volt az egyik, a Biotea Öko Kávé volt a másik, amivel megismerkedhettek az érdeklődők Bátaszéken az egészséges életmódról szóló előadássorozat első napján. Az élet minden területére tud megoldást, tehát, és olyan termékekről van szó, amelyet minden hónapban megvásárolunk, mindenki tisztálkodik, mindenki takarítja az otthonát, szed valami vitamint, és ezek nálunk kedvezően meg tudjuk kapni. És hogy miért fontos ez? Azért, mert ugye egyre szennyezettebb a környezetünk, a talajok ki vannak zsigerelve, és ezáltal nem jutunk a megfelelő tápanyagokhoz az élelmiszerekkel. És szerencsére most már egyre több ember tudatos, és a vegyszerek helyett a természetes gyógynövény alapú megoldásokat választja. Nekik tartottak előadást a Bátaszéki Művelődési Házban, és azoknak, akik nem ennyire tájékozottak a bio, öko, vegán és természetes készítmények típusaiban és a szervezetre való hatásaiban. Az előadáson szó volt a különböző alternatív gyógymódokról, vegyszereket helyettesítő, természetes összetevőből készült tisztítószerekről is. Valamint a slüsszelsóról. Én a slüsszelsót hoztam el magammal. Egyik nagy-nagy szerelmem a slüsszelsó, gyermekeimet is ugye ezzel kezdtem gyógyítani. Én hivatalosan egészségügyi dolgozó vagyok. Voltam májusig, de aztán egyszer csak felálltam, és azt mondtam, hogy én nem szeretnék tovább gyógyszereket írni, és nem szeretnék senkinek gyógyszert javasolni, hogyha nem muszáj, mert van más olyan megoldás, amivel meggyógyulhatunk. És ezek pedig a slüsszelsók, amik egész pontosan ásványi anyagok. Azok az ásványi anyagok, amik elengedhetetlenek ahhoz, hogy jól működjön a mi szervezetünk, és amennyiben hiány van belőle, úgy azok betegségé fognak alakulni, és ezeknek viszont az arcunkon jelei vannak. A következő program november 22-én lesz, amikor délután 3 órától ingyenes egészségügyi állapot felmérésen lehet majd részt venni, majd a Meridian terápia és diagnosztizálásban mélyedhetnek el az érdeklődők. Itt azonban bejelentkezés szükséges, úgyhogy akár nálunk itt a művelődési házban, akár a 0639971735-ös telefonszámon ezt megtehetik. És lesz még egy előadásunk az egészség témában november 29-én, szintén csütörtöki napon 18 órától. Ennek a címe kiegyensúlyozott táplálkozással a jobb életért, itt az előadó Metzné dr. Darabos Orsolya, független Herbalife tanácsadó. Egy 2016-os felmérés szerint a magyarok többsége közel kétharmaduk hatásosabbnak tartja az alternatív gyógyítási formákat, mint a hivatalos orvostudományt. 68%-uk gondolja úgy, hogy a gyógyszergyárak a profitjukat féltve ellehetetlenítenek természetes és olcsó gyógymódokat. A kutatásból az is kiderült, hogy ijesztően magas az oltás ellenesség támogatottsága, a homeopátiában viszont meglepően kevesen hisznek. Egy 2018-as fiatalok körében végzett kutatásból pedig az derült ki, hogy a 18 és 27 év közötti diákok kevesebb, mint fele fogyaszt rendszeresen vitaminnal, ásványi anyaggal dúsított élelmiszert, illetve gyógyszert. Ugyanakkor pozitívan nyilatkoztak a gyógyszerszedésről.